A Hajnali Lázról, Gárdos Péter filmjéről fogunk beszélgetni Pitti Emőkével és Ruf Milánnal. Jó reggelt kívánok a két főszereplővel, és meg kell mondanom, elfogult vagyok. Nekem nagyon tetszett ez a film, mert szerencsés voltam, és már láttam, a közönség holnaptól láthatja a mozikban. Gárdos Péterrel is beszélgettünk már előre a filmről, a könyvről, és hosszú előtörténete van. Dióhéjban, csak hogy a nézők is tudják, hogy miről szól a történet, ugye Miklós Gárdos Péter édesapja 45-ben koncentrációs táborból szabadul és Svédországban ápolják, és az orvosok azt mondják neki, hogy 6 hónap van hátra az életéből. Ő erre felfeleséget keres még hozzá úgy, hogy a svéd hatóságoktól elkéri azon 117 lány, mint utóbb kiderül, ennyi volt, aki hajdúságból származik, ahonnan ő, és Svédország ápolják őket, és mindenkinek levelet ír, és nagyon hamar rátalál az igazira a levél útján, méghozzá Lilire, és gyakorlatilag a szerelem már akkor kialakul, amikor ők még nem is találkoznak személyesen, és én azt olvastam, hogy ti is akkor találkoztatok először, amikor a filmben az a jelenet játszódik, hogy Miklós meglátogatja Lilit. Ez tényleg így volt? Hogy akkor láttatok egymást először, vagy akkor... Hát nem. Forgatás alatt. Forgatás alatt? Találkoztunk előtte a castingon. Igen, a szereplő válogatáson. És ez milyen pillanat volt azt eljátszani, amikor ők először találkoznak? Mert hogy ugye azt is tudjuk a könyvből is, a filmben ez egy picit finomítva van, hogy hát, hogy mondjam, Miklós nem az az igazi Adonis. Ugye fémfogai vannak, alacsony, ugye még nagyon sovány. Milyen volt az a jelenet, hogy tudtátok ezt megjeleníteni, ezt a naív, igazi szerelmes szituációt? Én arra emlékszem, hogy az volt az első forgatási nap, 2014. februárjában kezdtük el, és az volt az első, és hogy pont bele csaptunk ugye a közepébe, hogy mi előtte úgy nem dolgoztunk együtt, hát próbák voltak, de szerintem a Péter, ő direkt ezzel akart kezdeni, hogy szóval akkor ott aznap volt a csók jelenet, amikor Miklós először megcsókolja Lilit, és hát nem ismertük egymást, hogy szia. De így hitelesebbet. Hát abszolút, én szerintem igen, és hát ott nem volt mes, ott ennyi időnk van, nagyon hideg van, és ezt most meg kell csinálni, és most nagyon jónak kell lenni, és pont ettől, hogy így nem ismertük egymást, ettől nagyon működött ez a dolog. Az a furcsa ebben a filmben, azt mondja Gárdos Péter, hogy ez nem egy holokauszt film, ez az életigenrésről szól, és most itt az adás előtt arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy csak egy ilyen koncentrációs táboron túli élménnyel lehet annyira naívan hinni az élet erejében, meg a szerelem erejében, ahogy ez a két fiatal ezt teszi. Tényleg teljesen irracionális az, ahogy mondjuk látjuk azt, hogy Miklós azt mondja, hogy Lili azért az igazi, mert úgy írja a B betűt, ahogy az édesanyám. Ezt, hogy az orvosok is azt mondják, hogy nem, neked a halálra kell készülnöd, és nem a szerelemre. Ő mégis hogy állhatott ehhez így hozzá? Vagy mi adta az erőt ehhez neki? Hát azt gondolom, hogy ha valaki túlél egy ilyen borzalmakkal teli időszakot, túléli, majd utána egyszer bejelentik neki azt, hogy 6, maximum 7 hónapod van hátra az életből, az életnek az iróniája, és erre azt tudja mondani az ember, hogy hát ezt én túléltem, ezt az egészet, el is akarom felejteni, nem lehet az, hogy én most ezek után meg fogok halni ennyi idővel, és azt mondja, hogy nem. Én már csak azért is azt fogom csinálni, hogy én élni akarok, és én szerelmes leszek, és ki fogok választani valakit, és ő ebben hisz, hogy ő eldönti, hogy ő élni akar. És szokták azt mondani, hogy sok minden fejben dől el, itt is inkább erről van szó. Lilinél ugyanez az érzés lehet, hogy, mert ugye neki nem mondják, hogy meg fog halni, de hát ő is olyan... Most azon gondolkoztam, hogy újra kell kezdeni az életet, és hogyha újra kell kezdeni az életet, akkor mit tölti ki az ilyen? Dolgozok, csinálok egy csomó mindent, de hogyha újra kell kezdeni, akkor azért azt gondolom, hogy szeretni akarok. Most ez, igen, ez de, igen. Tehát, hogy mit tart engem életben, úgyse a munkám, amit majd csinálom azért, mert jó. Igen, ugyanakkor van egy nagy ellentmondás a filmben, legalábbis én így éltem meg, hogy ezt a szerelmet pont azok hátráltatják, akik a felszínen segítik a fiatalokat. Az orvos, aki azt mondja, hogy nem szabad ebbe belemenni, és mondjuk a legjobb barátnője Lilinek, aki kifejezetten ellenzi azt, hogy Miklóssal szorosabb legyen a kapcsolat.
ez valamilyen fajta önzés, vagy valódi féltés? Ez egy tényszerű dolog, egy orvos tényszerűen közöl valamit, hogy ez van, itt van ez a tüdőd, így néz ki, ez sajnos te meg fogsz halni, ez az orvostudomány, akkor ez bebizonyította, hogy itt nincs tovább. Szóval ne akar te más irányba menni, vagy ne akar, de ez naív, ez fölösleges, ezt hagyd. Inkább próbálj meg elbúcsúzni emberektől. Uh-huh. Ez nem visszatartás, mert sajnos ez egy tényszerű dolog. Jó, de és a legjobb barátnő? Ő miért nem örül annak, hogy Lili talál egy kapaszkodót ebben az új életben? Mert ugye Góa Judit, a legjobb barátnő, azt mondja, hogy hát csak át fognak verni téged. Igen, azért ez elég bonyolult. Tehát, hogy ők valami olyan közösséget éltek meg együtt a háború alatt, amiből, hogyha kiszakad az egyik, akkor a másik most vagy létezik tovább, vagy nem, ebben az esetben nem. De erről van szó a filmben. Igen, van a filmben egy nagyon... Tehát én szerintem ez összemosódik a... Nem hiszem, hogy külön választható az, hogy a másikat féltem, illetve én mit élek meg e közben. Uh-huh. Van egy nagyon erős jelenet, amikor Miklósnak elmondja Judit, hogy neked ez csak szórakozás, és nem tudod, hogy például azon mentünk keresztül együtt, hogy a konyha barakból kidobott moslékból kapartuk ki a krumplihéjat, és én a számban elrejtve vittem oda Lilinek, amikor ő beteg volt. És egyébként ez az egész filmre jellemző az, hogy nem látjuk a holokauszt borzalmait, csak ilyen fél mondatokból jelennek meg ezek a mélységek, mondjuk, hogy azt mondja egyik lány a másiknak, hogy hát neked már nem lesz méhed. És olvastam, hogy te azt mondtad, hogy először megrettentő ez a színészi feladat, hogy ezt hogy lehet eljátszani, amin ezek az emberek keresztül mentek. Tehát, hogyan lehet? Hát ez most sikerült. Szóval szerintem benne volt ezekben a gesztusokban, de ezen mondjuk erre hogy lehet készülni? Vagy azt mondtad, hogy sokat gyakoroltatok, tehát hogy színészi próbák voltak még a felvételek előtt, de... Talán amikor a Péter a szereplőket kereste, ő keresett, olyan embereket keresett, akik valami sérülést hordoznak magukban, valami olyan dolog történhetett az életükben, ahol sérültek. És ezt vagy hordozunk a személyiségünkben, vagy nem, és talán ez tudja azt jelenteni, hogy ott valami a háttérben történt. Amikor már ilyen mondatokat kell elmondani, az már egy színészi feladat. Uh-huh. De alapjáraton valamit a személyiségünkben kellett hordoznunk, hogy megfelelőek vagyunk-e ezekre a figurákra. Igen, azt olvastam, hogy szinte sajnált is titeket Gárdos Péter, mert hogy szereplőválogatásra érkeztetek, és egy pszichológusi diványon találtátok magatokat. Olyan mélyen kérdezett, vagy mikre volt kíváncsi? Úgy tudom, hogy már 170 színészen túl volt, miután azt mondta, hogy ti vagytok a megfelelők erre a szerepre. De azt kérdezte tőlem, egyből belecsapott a lecsóba, hogy volt-e valami élményem, ami a halállal közeli. Én nem éreztem egy ilyen, hogy ez valami most a lelkemben turkál. Én azt éreztem, de jó itt lenni, érzem, hogy valami jó közegben vagyok, beszélgessünk, és én erről tudok beszélni, vagy nem probléma nekem erről beszélni. Uh-huh. És ráadásul azt is éreztem, hogy egy nagyon profi emberrel találkoztam, és én már az első pillanatnál azt éreztem, hogy én szeretnék ezzel az emberrel dolgozni mindenképpen. Hát ez látszott az egész film. És egy nagyon nyitott beszélgetés volt. Sajnálom, hogy nem tudjuk folytatni, de mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt a filmet. Köszönöm, hogy itt voltatok. És most Egon más témáról, divatról és vasárnapi zárvatartásról fog beszélgetni, utána pedig fórumozzanak velem, tartsanak velünk.